azok az őrlángok, amelyek... Országszerte őrtüzet gyújtottak a székely autonómiáért. Tevelen és Dombóváron is tisztelegtek az összegyűltek. Ezt mindig október utolsó vasárnapján rendezik. Szívben, lélekben együtt vagyunk a székely honban lévők mellett, és természetesen szurkolunk nekik, hogy sikerüljön meg őrizni az identitásukat és a függetlenségüket minden téren, a magyar nyelvüket, és hogy igazi magyarként tudjanak ők is a hazájukban megélni. Nagyon fontos nemzetségben, egységben gondolkodni. Megmaradjunk székelyek is, és ott, ahova minket a teremtő helyezett, akár Székelyföldre, akár azok, akik elkerültünk onnan, más helyeken megálljuk a helyünket, és a nemzet építő, gyarapító feladatunkat ellássuk. Erre biztatjuk, bátorítjuk egymást ezen a napon. A Székely Nemzeti Tanáccsal egyességet kötött 2011-ben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, mely a következő volt. Ezentúl szorosabbra fűzzük a kulturális viszonyt egymás között, és hogy egymás kulturális rendezvényein részt veszünk. Azóta egyre több és több helyen gyúlnak meg az őrtüzek október utolsó hétvégéjén. Tevelem most már több alkalommal is itt voltam ezen az őrtűzgyújtáson, és ez alkalommal is nagyon-nagyon szívesen jöttem. A mindennapukat most már átszötte a Székelyföldhöz való ragaszkodás. Megmutatjuk Dombóváron, hogyan zajlott az esemény. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombovári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérrel kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Mindig örülnek a találkozásoknak. Örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk, nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. A hagyományok ápolása és őrzése, valamint az összetartozás mindenki számára meghatározó.